Kedves vendégeink, kedves gyermekek! Köszöntök mindenkit a Közösségi Ház által kiírt gyermeknapi rajzversenynek az eredményhirdetésén. Idén sajnos a kiállítást nem tudtuk felrendezni a nagy teremben, ahogy ezt már megszokhattátok, viszont nagy örömünkre szolgál, hogy az online kiállításra is ilyen szép számmal érkeztek be alkotások. Idén Csukás István meseőseit adtuk témának. Ezzel a pályázattal emlékezünk Csukás István felejthetetlen munkásságára. Csukás István a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres József Attila díjas magyar költő, író, új ifjúsági szerző, a Digitális Irodalom Akadémia tagja. A műveiben megjelenő alakok számotokra sem ismeretlenek, nagyon sok színes, remek alkotás született ebben a témában. A rajzok elbírálásában segítségünkre volt Víg Gabriella, a Móri Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa, Csurgóveres Nikoletta, a Mezőtúr és Vidéke újságírója, valamint Pusztai Zsolt, a Túrifozekas Múzeum vezetője, muzeológusa. Három korosztályban hirdettünk ki nyerteseket a szokásos módon, óvodások, általános iskola alsó tagozatos gyermekek és általános iskola felső tagozatos tanulók között. Minden rajzoló gyermeknek természetesen készítettünk emléklapot, valamint egy kis ajándékot, amelyet majd az eredményhirdetés után át fogunk nyújtani. Felhívásunkra nem csak Mezőtúrról érkeztek alkotások, amelynek szintén nagyon örülünk, hogy sikerült más településen élőket is megszólítani. De hát nem szaporítom a szót, hiszen azért gyűltünk össze, hogy ismertessük az eredményeket. A díjak átadásában segítségem lesz Ádám Eszter kolléganőnk, és óvodás korcsoporttal fogjuk kezdeni. Bízom benne, hogy a díjazottak közül minél többen itt vagyunk most ezen az alkalommal. Külön díjas lett Gulyás Panna Ilona, 6 éves, a Cimboravár alapítványi óvodából. Ő Budapestről rajzolt nekünk, ő sajnos nem tud részt venni, ő postán fogja megkapni majd a csomagot. Harmadik helyezett lett viszont Balázs István, 6 éves, a Csodavár óvoda Mókus csoportjából. Gratulálunk neked, és köszönjük, hogy rajzoltál. És használd egészségedre a benne lévő dolgokat. Óvodás korcsoportban második helyezett lett Szöllősi Dóra, 5 éves, a Mezőtúri Református Óvoda Hajnalcsillag csoportjából. Gratulálunk! És óvodás korcsoportban első helyezett lett Balog Tünde, 6 éves, az Erzsébetvárosi Nefelejts óvodából. Szerintem ő sem tud részt venni, ő is meg fogja kapni a csomagot. Alsó tagozatos korosztályban a zsűri 2 külön díjat is kiosztotta rajzolók között. Az első külön díjat Varga Jázmin Anikó kapja, a Kossuth Lajos magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskolának harmadik osztályos tanulója. Úgy látom, ő sincs itt. A második külön díjat Teleki Gergő, a Kossuth Lajos magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskolának második osztályos tanulója kapja. Táborban van. Gratulálunk! Harmadik helyezett lett Fazekas Viktória Réka, a Mezőtúri Kossuth Lajos magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola harmadik osztályos tanulója. Úgy látom, ő sincs itt, de természetesen a taps neki is jár. Második helyezett lett Rácz Gréta, második osztályos tanulója, a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskolának. Sajnos a nyári szünet már ilyen. És első helyezett lett az alsósok között Gácsi Vivien Adél, 7 éves, a Szent István Katolikus Általános Iskola második osztályos tanulója. Gratulálunk! A felsős tagozatos tanulók következnek. Külön díjas lett Boros Bernadett, a Mezőtúri Kossuth Lajos magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola 5. osztályos tanulója. Harmadik helyezett lett Fazekas Anna, 13 éves, a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskolából. Második helyezett lett Bencúr Dorina, a Mezőtúri Kossuth Lajos magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskolából.
A kategória első helyezettje Billédi Ágnes, 13 éves, a Mezőtúri Református Általános Iskola tanulója. Neki is eljuttatjuk majd a csomagokat. Gratulálunk minden helyezetnek, és itt még korán sem ért véget a díjazás. A következőkben Mezőtúrváros önkormányzatának külön díjait adjuk át. Köszöntöm és felkérem Szűs Dániel, alpolgármester urat, és felkérem a díjak átadására. Alsós korcsoportban külön díjat vehet át. Malavolti Emily, 8 éves, a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola második osztályos tanulója. Szintén alsós korcsoportban külön díjat vehet át. Vajon Lara Teodóra, 10 éves, a Kossuth Lajos magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola harmadik osztályos tanulója. Külön díjat vehet át felsős korcsoportban Nagy Martin, a református általános iskola hetedik osztályos tanulója. Szívből gratulálunk, és köszönjük alpolgármester úr közreműködését. A továbbiakban Mezőtúr Művészeti Közalapítványa külön díját vehetik át a kiválasztottak. Ezek átadására felkérem Lengyel Krisztina ügyvezetőt. A Művészeti Közalapítvány külön díját kapja az alsós diákok közül Barna Liliana Laura, 7,5 éves, a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola első osztályos tanulója. Felsős korcsoportban külön díjat kapja Rafael Dávid, a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola Újvárosi telephelyének 5. osztályos tanulója. Gratulálunk, és köszönöm Lengyel Krisztina ügyvezető közreműködését. Végül, de nem utolsó sorban, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Külön díja következik. Minden évben választunk a beérkezett rajzok közül egy alkotást, amely a Városi Gyermeknap plakátját képezi. Ez évben sajnos a Gyermeknap nem valósulhatott meg, így a plakát sem készült, ezt pótolva az online kiállításunk alkalmával közönségszavazást indítottunk. A külön díjat az az alkotás érdemli, amely a legtöbb szavazatot gyűjtötte. 256 szavazattal a közönség díjas Priffen Petra Andrea lett, a Mezőtúri Református Általános Iskola 4. osztályos tanulója. A nyereményhez szívből gratulálunk! Köszönöm szépen! Gratulálunk! És ahogy említettem, minden gyermeknek természetesen szeretnénk átadni egy kis ajándékot, hiszen köszönjük, hogy elküldték nekünk az ajándékokat, és köszönjük a szülők segítségét is ezúttal, hogy beküldték nekünk az elkészült rajzokat. Mivel kis létszámmal vagyunk itt, az emléklapokat nem olvasom fel, viszont ide készítettük, így meg kérem, hogy akinek a képviselője itt van, az vegye át ezeket a csomagokat. Az online kiállításunk még elérhető a közösségihez Facebook oldalán, úgyhogy mindenképp érdemes megtekinteni. Ide felraktuk azért azokat a rajzokat, amelyek díjazottak lettek, úgyhogy mindenképp érdemes megnézni azokat, hogy kikkel vívtatok meg, milyen alkotásokkal. Köszönjük, hogy itt voltatok, és kövessétek a Facebook oldalunkat, hiszen most már egyre több program lát majd napvilágot, amelyre szeretettel várunk benneteket. Köszönjük szépen, és gratulálunk nektek! A Mezőtúri Közművelődési és Sportközhasznú Nonprofit Kft. Gyermekrajzversenyt hirdetett meg, amelyen a Mezőtúrváros önkormányzata is külön díjat adott át. Miért tartják fontosnak, hogy támogassák a fiatal tehetségeket? Évek óta hagyomány már ez a rajzpályázat Mezőtúron, ami a gyereknaphoz köthető. Számunkra azért fontos, és személy szerint én azt gondolom, hogy mindenképpen fontosnak kell tartani a későbbiekben is, hogy a mezőtúri tehetséges gyerekek képzőművészetben, rajzban, festészetben ki tudják bontakoztatni tehetségüket, és erre egy nagyon jó alkalom ez a rajzpályázat. Ugye minden évben megvan az adott tematika, hogy mihez kell a pályázatot benyújtani. Idén ugye Csukás Istvánra emlékeztünk, én azt gondolom, hogy méltóképpen.
Azt az egyet sajnálom, megmondom őszintén, hogy a plakát nem készülhetett el a gyereknaphoz, de hát ennek ugye az apropóját sajnos tudjuk, ugye a vírusos időszak alatt a gyermeknapi rendezvényt nem tudtuk megtartani, és évek óta már ugye a fődíj az az volt, az első helyezettnek a rajzából készült ugyebár a gyermeknapi plakát, amely ugye rajta volt a program, ez sajnos idén nem készülhetett el. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy nagyon szép munkák készültek, itt mögöttem is látható ugye már jó pár kiállítva. Ugye alsósok, felsősök, óvodások is díjazásban részesültek a mai nap alkalmával, mezőtúrás önkormányzata is külön díjat adományozott. Fontos, én azt gondolom, hogy elismerjük a gyerekeknek a munkáját, a mai nap is arról szólt. Ugye a gyerek napon konkrétan nem tudtuk ezeket átadni, de a gyereknap miről szól? Hát arról szól, hogy mosolyt tudjunk csalni a gyerekeknek az arcára, öröm legyen számukra az a nap, és hát a szülők, nagyszülők azon dolgoznak otthon, hogy a mindennapok is ilyenek legyenek, de kifejezetten a gyermeknap, ugye május végén az arról szól, hogy az a nap az csak a gyerekekről szólhasson. Én örömmel láttam most a díjazások átadásakor, hogy a gyerekek mosolyogtak, örömmel vették a díjazást. Számunkra pedig öröm, hogy ajándékban részesíthetjük ezeket a gyerekeket, és fontos az, hogy a későbbiekben is felfigyeljünk a tehetségekre. Ez a rajzpályázat ennek egy nagyon jó apropója, én azt gondolom, hogyha valakiben tehetséget lát meg a zsűri, azt értékelje, és akár egy ajánlást is tudjon adni a gyermeknek vagy a szülőnek a későbbiekre, hogy érdemes a gyermeknek ezzel a pályával vagy ezzel az irányjal foglalkozni. Én számos olyan rajzot láttam, ahol ez a tehetség bizony erősen megvillant, úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a mezőtúri gyerekekre, nagyon szép munkák készültek. A Mezőtúri Közművelődési és Sportközhasznú Nonprofit Kft. Gyermekrajzversenyt hirdetett meg, amelynek a mai napon került sor. Az eredmény hirdetésére mit tudhatunk a rajzversenynek a részleteiről? Tulajdonképpen igen, ez még a május utolsó hétvégéhez tartozó pályázatunk, amelyre nagyon vártunk, hogy átadhassuk az eredményeket. A koronavírus sajnos átírta az elképzeléseinket, a gyermeknap nem valósulhatott meg, viszont a pályázatot mindenképpen szerettük volna megtartani, így online rendeztük fel a kiállítást a Facebook oldalunkon. Nagyon örömünkre szolgál, hogy így is érkeztek be szép számmal alkotások, amelyért nagyon hálásak vagyunk, nem csak a gyermekeknek, hanem a szülőknek is, hiszen a rajtuk múlott tulajdonképpen az, hogy ezek a rajzok beérkeznek hozzánk. Úgyhogy tulajdonképpen most jutottunk el oda, hogy már ugye tarthatunk rendezvényeket, és összehívhatjuk az alkotó gyermekeket. Ugye ilyenkor már sokan táboroznak, sokan nyaralnak, tehát a létszám az kisebb volt, viszont így is nagy öröm volt látni az arcukat, ahogy örültek egy-egy díjnak, kitüntetésnek, amelyet a háromtagú zsűri szavazott meg, valamint Mezőtúrváros önkormányzata és a Mezőtúri Művészeti Telep is adott külön díjakat. Milyen kategóriák voltak, amelyekben lehetett nevezni? Minden évben három kategóriában érkeznek be az alkotások. Óvodás, illetve általános iskola alsó és felső tagozata rajzolt. Mi volt ennek a idei versenynek a témája? Idén Csukás István mesehősei elevenedtek meg előttünk. Ugye Csukás István sajnos az év elején elvesztettük, és ezzel a pályázattal is szerettünk volna a munkássága előtt tisztelegni, hiszen olyan alkotásokat rajzolt nekünk, amelyek nem csak ugye nekünk már az kicsit idősebb korosztálynak, hanem már még a gyermekeknek is megvannak, úgyhogy csak a pompont említsem, a Süsüt, a Hohorgász, Sümbalást, tehát ezek a rajzok, ezek a mesefigurák mindenkinek nyújtanak valamit, mindenkinek van egy szép emléke. Milyen szempontokat vesz figyelembe a zsűri, mikre kell a gyermekeknek figyelniük, hogyha esetleg valaki kedvet kap, és majd a következő rajzversenyen szeretne részt venni? Hát tulajdonképpen ezt a szempontokat mindig rájuk bízzuk, de amit elmondhatok általánosságban, ugye több éves tapasztalatra visszamenőleg, hogy a saját alkotásukat ugye nagyon figyelik, hogy ne az legyen, hogy rátesszük a papírt egy-egy képre és átrajzoljuk, még hogyha ugye másolunk is, de akkor is magunktól másolunk, tehát mindenféleképpen ugye a saját kreativitást figyelik, az, hogy mennyire gyermeki mondjuk az a rajz. De ugye erről mindig az aktuális zsűri tudna beszélni. Most az idei évben Víg Gabriella volt az egyik zsűritagunk a gyermekkönyvtárból, Csurgóveres Nikoletta, aki most éppen a kisbabájával otthon van, de a Mezőtúr és Vidéke újságírója, valamint Pusztai Zsolt, muzeológus. Mit lehet tudni a díjazásról, miben részesültek a gyermekek?
Természetesen, ha Csukás Istvánról szól a pályázat, akkor Csukás István könyveket mindenképpen csempésztünk a csomagba. A nagyobbak már nem ezeket a könyveket kapták, a felsősök a rajziskola sorozatból kaptak könyvet. Portrérajzolásról, tájképrajzolásról tanulhatnak ezek a könyvek által, illetve mindenki kapott a csomagban olyan eszközt, amelyet az alkotásokhoz fel tud használni, legyen szó színeszteruzáról, filctollról, különböző csillámos ragasztókról, kis ragasztókról, ollóról, tehát olyat, amit fel tudnak használni a későbbiekben, akár otthon, vagy akár az iskolában.